Sziasztok! Spontán bejelentkezés. Tudom, megígértem a virágot, meg fogjuk csinálni, de addig is hoztam nektek egy ilyen kis szívecskét. Tegnap raktam ki a képet, és nekem nagyon-nagyon megtetszett, és arra gondoltam, hogy ha van kedvetek, akkor megcsinálhatnánk együtt. Elmondanám, hogy miből készítem. A fehér és a piros is ugyanabból a típusú fonalból készül. Én ehhez egy Catania fonalat használok, 100% pamutból van, nagyon jól lehet vele horgolni, és a fehér is ugyanez, 100%-os. A horgolótű hozzá pedig egy 2-es méretű horgolótű lesz, és ide készítettem azért egy 1-est is, meg egy ollót elvágni. Az 1-es az majd arra fog kelleni, hogy a kilógó fonal darabokat, mint itt is, hogy látható, ezekbe a pici kis járatokba nagyon jól el lehet majd vezetni. Akkor kezdjünk neki a mintának. Nem tudom, látszik-e. Középen egy nagy kocka van, ha jól megnézitek itt. Ide középre készíteni fogunk egy nagy kockát, ami igazából, ha jól megnézitek, ez a nagy kocka valójában idáig jön ki. Ide, ide és ide. Úgyhogy ez lesz az alapja. A minta szerint, amit ott a képen küldtem nektek, 4 darab láncem van, ha jól emlékszem, nem 6-os tír, 6 darab láncem van. Én ezt most varázsgyűrűvel készítettem. Nekem sokkal jobban tetszik az, amikor varázsgyűrű van benne, mert az úgy jobban összehúzza. Kezdjük is el. Gondolom, varázsgyűrűt már nagyjából mindenki tud, azért megmutatom én, hogyan szoktam. Keresztbe rakom az ujjamon. Így, hogy a hátsó szál, ami lóg, az fölülre kerüljön az ujjam fölé, a felső részébe, becsúsztatom a 2 rész között, ráhurkolok, azonnal tekerek rajta, és utána, ahogy leveszem, ezzel a fonállal rögtön csinálok is az első hurkomat elkészítem. Ugye ezzel elkészül a varázsgyűrű, ugye itt kicsit eligazítom. Ennek a szálnak mindig kint kell lennie a körből. Azért jó, hogyha kint van a körből, mert akkor így lehet húzogatni, nem fog beletekeredni, hogyha összehorgoljuk. Picit ránagyítok, hogy jobban látszódjon, ha sikerül ennyire, azért nem kell. Így, jó. Így remélem, jól látszik, és nem homályos a kép. Ha valaki bent van és nézi, küldene, légy szíves egy visszaigazolást, hogy nem homályos a kép, légy szíves. Köszönöm. Szóval, elkészítettem az első láncszemet. A minta szerint első körben 3 darab láncszemet készítünk, 2 és 3, és utána pedig elkezdek egyrehajtásos pálcákat készíteni. Egyet tekerek a horgolótűre, és készítek egy darab egyrehajtásos pálcát, és mellé még egy darab egyrehajtásos pálcát. Első körben ebben a videóban először csak a nagy kocka részét fogjuk elkészíteni, ezt. És hogyha jut még rá idő, akkor megmutatom ezt a felét is, hogy hogy kell, és a legvégén pedig a peremét, a rámát. Szóval elkészült a 3 darab egyrehajtásos, vagyis hát ugye 2, de 3 darab láncem, ez olyan, mint hogyha ez is egyrehajtásos lenne. Készítek 2 darab láncemet, 1, 2, majd ugyanebbe a körbe jön megint, most pedig 3 darab egyrehajtásos pálca, 1, 2, 3, és jön megint 2 darab láncem. 1, 2. Kicsit hajtok a fonálon. Oké, most így állunk. Jöhet a következő. Ebből 4 darabnak kell lenni. Ha jól emlékszem, igen. Ezt a 4-et készítjük most el első körben. Gyert visszarakom. Oké, megvan a 2 darab láncem, és most jön megint 3 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2 és 3. És jön megint 2 darab láncem. 1, 2. És az utolsó 3-as párunk, milyen fura, 3-as párunk, igen, 1, próbálok lassan, ne legyen túl gyors, 2, és az utolsó,
három, így, és jön megint kettő darab láncem. Egy, és kettő. És most pedig megfogom a varázsgyűrűmet, és nullára behúzom. Így. Nincs közte luk. Itt most, ha akarnám, nagyon nehezen menne át a horgolótű. És most pedig megkeresem, innen indulva, egy, kettő, harmadik láncszemet, ezt megfelezem, mert ezt csak sajnos úgy tudom, mert hogyha innen raknám, akkor ugye akkor kiesne a lukon, ezért megfelezve belerakom ide, és áthúzom egy úszószemmel ezt a láncszemet. Most megvan nekem az első négyes. Egy, kettő, három és négy. Most haladok tovább megint, három darab láncszemet haladok fölfelé. Egy, kettő, három. Majd, miután ugye ide nem tudom rakni, mert akkor visszafelé mennék, ezért ide kell nekem átmennem, így most azt játsszuk el, hogy ez az utolsó egyráhajtásos pálcának a szára, ezért ide kell nekem raknom kettő darab láncemet, és belehurkolok ebbe a lukba. Ide. És itt kezdem a három darab egyráhajtásost. Egy. Kettő. Három. Kettő darab láncszemet. Egy, kettő, és úgy szintén megint három darab egyrehajtásost. Egy. Kettő. Három. És haladok tovább. Kettő darab láncszem megint. Egy, kettő. És jön a következő sarok. Három darab egyrehajtásos pálca. Egy. Kettő. Három. Kettő darab láncem. És megint három. Egy. Kettő, és három. És jön megint kettő darab láncszem. És megint egy hármas párú, egyrehajtásos pálca. Kettő, három, kettő darab láncszem. És megint három darab egyrehajtásos. Egy. És három. És most itt jön egy érdekesség, ugye, ott nekünk most nincs semmi. Elkezdem ugyanúgy kettő darab láncem után elkészíteni. Egy, kettő. Ide egyszerűen csak folytatom. Három darab egyráhajtásos. Kettő darab láncem. Egy, kettő. És ide jön nekem, most ez olyan, mint hogyha a harmadiknak ez ugyanez lenne. Ez ugyanez. Ide teszek még kettő darab egyrehajtásost. Egy. És kettő. És megkeresem. Egy, kettő, három. Itt úgy szintén megfelezem. És egy úszószemmel összekötöm, hogy ne látszódjon. Fel sem tűnik, hogy az igazából láncem. És megint haladok fölfelé három darab láncemet, és most egy különleges dolog lesz, mert most ide is dolgozni fogok, ezért teszek ide még kettő darab egyrehajtásost. Egy, kettő, két darab láncemet, és ide folytatom megint hármast, hármast. Egy, kettő, három, így, és megint egy,
kettő. És három. Na nézzük csak. Haladunk a nagy kockával. Látjátok, milyen szép kocka formája van? Most teszek megint kettő darab láncemet, és most ide a kettő közé, van nagy lukba, ide fogok három egyrehajtásos pálcát tenni. Kettő, három, kettő láncszem, és jön a sarok. Egy, kettő, és a harmadik. Kettő darab láncszem, és megint három, egy, hoppá. Kettő, három, így, és jön megint két darab láncszem, és három darab egyrehajtásos. Kettő darab láncszem, és jön a sarok. Egy, kettő, három, egy, kettő, és megint három darab. Egy, kettő, és három. És megint be fogok ölteni a kettő közé. Egy, kettő, és három. Majd úgy szintén megint beöltök a kettő közé. Jön a sarok. Egy, kettő, három, két láncszem, és megint három. Egy, kettő, három, és két láncszem. Egy, kettő, és megkeresem megint itt a egy, kettő, harmadik. Onnan is indul, vagy csak egy, kettő, innen indul. Ez a harmadik. Ide, egy kúszó szemmel becsatlakozom. Most pedig nézzük, hol állunk eddig. Én tartok itt, és így fog kinézni. És ezt ide helyezem, megvan az alapkockánk, látjátok? Kicsit messzebb viszem. Ez az alapkockája. És most fogjuk kialakítani a szív felső részét ide. Ez pedig úgy történik, megfordítom a horgolást a kezembe, és visszakúszok addig, hogy kiérjek ide az utolsó láncszemig. Várjunk, sok minden nem biztos. Mindjárt megnézem gyorsan. Nem, bocsánat, rosszul mondtam. Idáig kell kijönnöm. Itt van nekem ez a két láncszemem, egy, kettő, és ide ki kell kúsznom. Kúszószemet alkalmazva, ami azt jelenti, belehurkolok ebbe, átcsúsztatom, majd belehurkolok ebbe, így átcsúsztatom. Itt vagyok kint, ennél a szemnél, és most innentől pedig készíteni fogok 7-es darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ezzel átjövök a túloldalra. Innen indultam, és a 7 darab láncszemmel átjövök a túloldalra. Lényegében ez és ez közti részt kell nekem összekötnöm egy híddal. Áthurkolok ide, ebbe a szembe.
Na, a saroktól indított első egyráhajtásos pálcának a fejébe. Így teszek fölfelé három darab láncemet, három, visszafordítom megint, és elkészítek 11 darab egyrehajtásos pálcát. Azért kell 11 darabot, mert ezzel együtt 12-nek kell majd itt lennie. Egy, itt mehet bele a körbe, majd ez szépen ki fog feszülni. Kettő, három, addig 6, 7, 8, 9, 10 és 11. Jó, akkor ez az utolsó szem megvan, ezt nekem le kell hurkolnom ide. És lényegében ezzel, ha megnézzük, ez így egy félig kialakított szív első oldala. Ezután, ha ezzel megvagyok, átmegyek a túloldalra, ugyanezt megcsinálom. Itt folytatom. Három darab láncem fölfelé, kettő, három, és ugyanebbe a lukba fordítva, ugyanebbe a lukba készítek még kettő darab egyrehajtásos pálcát. Egy, és kettő. Így van. Oké? Most jön ide nekem megint kettő darab láncem. Egy, kettő. Majd itt ezek között leszámolok egy, kettő, három darab lukat, és a harmadik egyrehajtásos pálca felső fejébe készítek úgy szintén három darab egyrehajtásos pálcát. Egy, kettő, és három. Így van. Ezután megint kettő darab láncem, és utána jön megint, hogy leszámolok egy, kettő és hármat. Ide készítek megint három darab egyrehajtásost. Kettő, három, és megint két darab láncem. Egy, kettő, három. Három, és jön megint két láncem. Egy, kettő. Na itt viszont lesz egy érdekes dolog, mert az első hurkolásnál, mikor készítem az egy ráhajtásos pálcát, megfogom ezt a szemet, és megfogom ezt a szemet, és a kettőt lényegében ezáltal összekötöm, így, ezt így oda húztam, és utána jön az egy ráhajtásos pálcám. Egy, kettő, jön még egy, ugyanígy, ugyanebb a dupla lukba, kettő, és jön még egy utolsó, lesz a, ez a harmadik, azaz. Ezután ezt a láncszemet, ezt az utolsót én lehúzom ide. Ide lehurkolom, így. És ez a fele lényegében elkészült, majd amikor jön a keret, itt ezt a sarkot és ezt a sarkot, a keretnél ugyanígy fogjuk összehúzni, ezt lényegében így összeláncoljuk, így, és ezáltal fog kiegyenesedni majd a szív formája. És én úgy csináltam, hogy itt én elvágtam, de valójában itt nem muszáj elvágni, hanem tovább tudunk haladni, visszakúszok egészen idáig, kúszószemekkel, kettő, három darab kúszószemmel,
Majd készítek úgy szintén, mint a másiknál. Ups, itt egy fonaldarab. 7 darab láncemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és áthurkolok ide, a túloldalra. Így van. Készítek fölfelé 3 darab láncemet, és átfordítom a túloldalra. És jöhet ide is a 11 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, és 11. Na, ezt az utolsó szálat, ezt lehurkolom ide. Így. Áthúzom. És jön a 3 darab egyrehajtásos. Fordítok megint. És ebbe a sarokba kezdem a 3 darab egyrehajtásost. 2. És 3, 2 láncem, és számolok. 1, 2, 3. Oda készítem következő 3 darab egyrehajtásost. Megint 2 darab láncem. 1, 2. És megint jön 1, 2 és 3. 1, 2, 3, 1, 2, és jön 3 darab láncem. Kettő láncem. És jön az összekötés, ahogy az előbb. Ide belehurkolok, ide is belehurkolok, így, összehúz, összehúz. 1, 2, megint, bele, ide is, 1, bele, 1, és 2, és jön az utolsó, összehúz, összehúz. 1, 2. És kész. Hát ez a cél. Na. És kész van a szív alakunk. Ha ezzel meg vagyunk, ezután jönni fog a fehér perem rész. Elvágom a zsinort. Ja, ezt így, ezt az utolsó szemet, mivel itt véget ért, ezért ezt akár le is húzhatom ide. Úgyis ezzel kötődik össze. Látjátok, így összekötődik. És ezt a szemet egy hurokkal, elvágással és kihúzással el tudom dolgozni. Ennyi. És ezt a szálat, ezt majd ide fogom horgolni a fehér perem résszel. Rendben. Most jöhet a fehér fonál. Ugyanaz a típus. Legalábbis én ugyanazzal szeretek dolgozni, mert akkor biztos, hogy nem fog csalódás érni. Most egyszerűen elkezdem, én itt középen fönt kezdtem el. Elkezdem itt fönt, mint látható, rövid pálcák vannak benne. Kettő helyen, vagy itt ezeknél a részeknél dupla van, a többinél meg egyszerű, sima, szimpla. Kezdjük is el. Teszek egy hurkot a horgolótűre. Ops, váltottam, bocsánat. Teszek egy hurkot a horgolótűre. És utána ide középre belehurkolok. Tetszésszerűen, ahova jól esik.
Így. És elkezdem a rövid pálcákat minden egyes lukba elkészíteni. Egy rövid pálca, ide dupla. Sima, egyszerű, egy, kettő. Hogyha szeretnétek, a minta szerint ott kettőt rak csak, de hogyha szeretnétek, hogy ez az anyagotok jóval laposabb legyen, mert most nekem a perem egy picit felhúzódik, ezekben a részekben lehet hármat tenni. Akkor egy kicsit szétnyílik a keret, és akkor jobban szétterül az egész minta, akkor sokkal szebb lesz. Most én kipróbálom úgy. Egy, kettő, három. Így nem húzódik annyira föl. És akkor ide is három. Egyébként tapasztalat szerint nem mindig kell követni a mintában leírtakat, mert van, amikor saját magad ki tudod tapasztalni azt, hogy hát ez bizony kevés vagy sok, és akkor úgy tudod alakítani magadnak, ahogy te érzed. Látszik, ahogy elkezded csinálni a peremet, és elkezdesz fölkunkorodni, akkor az látszik, hogy az ott kevés. Én a mintát teljes mértékig követtem, ezért lett nekem olyan, de így, hogy így most, ahogy most csinálom, az így sokkal jobb. És akkor mehetünk így tovább egészen a végéig, és utána pedig jönnek a csipke részek. Azokhoz pedig pikót fogunk alkalmazni, aki ismeri, azt tudja. Aki nem, annak pedig el fogom mondani, mit is jelent valójában a pikó. Ez egy három láncemből álló kis hurokszerűség, amivel nagyon szép kis csillag, vagyis ilyen csücsös mintát lehet kialakítani. Például amikor rózsát készítünk, és a rózsaszíromban, sarok résznél nagyon szépen ki lehet vele alakítani, hogy olyan életű legyen a rózsa. Na itt ez egy érdekes dolog. Ide csak kettőt teszek, mert ugye itt ezt összekapcsoltam. Viszont ide nem raktam két láncszemet, lehet, hogy kellett volna, mert az úgy jött volna ki szépen. A mintában azt sem láttam például, és így közvetlenül összekapcsoltam, ezért ez így kicsit szoros lett. De semmi probléma, mert három helyet csak kettőt raktam oda. Egy kicsit most megerőszakoltam, de attól függetlenül ez így jó. Mehetünk tovább, és már is a kezem alatt a levágott szálat én ezt eldolgozom, és akkor biztosan nem lesz probléma abból, hogy az utána már hova fog kerülni. A leges legvégét, ami talán egy picikét kilóg, azt fogom majd csak max levágni, ezt a kis aprócska részt. De már is látszik, hogy a cérna nagy része nincs ott, és nem kell tübefűzni, nem kell még pluszba horgoló tüve. Nálam sokszor az szokott lenni még probléma, hogy megsértem az anyagot, amikor belemegyek horgoló tűvel. Jó, itt a sarok résznél viszont itt ez a helyzet van, hogy én ide is csak hármat teszek, hogy csücsös legyen, többet nem szeretnék, mert akkor meg nagyon szétnyomódik már. Szóval maradok a háromnál, egy az egyik oldalra, egy középre, és egy pedig a másik oldalra fog így ezáltal kerülni. Egy, kettő, három, és öt. Mindjárt a végéhez érek. És akkor látjuk, hogy hogyan alakult most. Három. És itt fog jönni megint ez az érdekes dolog, amikor majd össze kell kapcsolnunk, erre majd figyeljetek. Egy, kettő, három, és most ennél ide belehurkolok, és ide is belehurkolok rögtön. És megtörtént az összekapcsolás, ennyi. Még egy, és utána megyek tovább ide. Egy. Ha nem mindig sikerül ennél hármat hurkolni, semmi probléma, nálam is néha van, hogy kettő sikerül, van, hogy három sikerül. Látjátok, mennyire hullámosodik az anyag. Most nálam ez egy picit hullámos. Az előző túl olyan lett, a másik hullámos.
Ezért mondom azt, hogy ki kell tapasztalni, kinek hogy jön ki, viszont ha ezt mondjuk keményítitek, abban lehet segíteni például, hogy keményítés közben meghúzzuk az anyagot, hogy egyenes legyen, hogy ne legyenek benne döccögések semmi. Továbbra is rövid perceket készítek. Ebbe a lukba 3-at. 3. És figyeljünk rá, hogy rácsúszik néha, nekem rászokott. Amikor nem mindig sikerül rögtön 3-at csinálni. Nagyon szép ez a kis minta, nekem nagyon-nagyon tetszik. Hamarosan jön az anyák napja, vagy jön a húsvét, esetleg nyuszi mellé, simán lehet tojás mellé ajándékba adni. Ez egy nagyon kis kedves ajándék szerintem bárkinek. Aki mondjuk készít májusfát, vagy minek hívják? Májusfának hívják, ugye? Szóval arra is fel lehet akasztani. Arra is nagyon kis csinos. Hogy kiröhet ide célna? Okay. Jó, és akkor ide értem. És bemegyek a sarokba még, itt egy utolsóba. Összekötöm ezt az elejét és ezt a végét. Így, ezt is egy kúszó szemmel, és most megmutatom, hogyan készítem én ezt a részét. Mivel ugye ez a rész itt eléggé kint van, mert hogy innen indultam el, nem középről, ezért én most azt fogom csinálni, hogy innen hurkolok majd vissza. Csinálok 10 vagy 15 láncemet, meglátjuk mennyire lesz hosszú. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ez elég kicsi, hogyha visszahurkolom, akkor is csak ekkora, ezért inkább legyen még plusz 5. De természetesen ez is tetszésszerűen ki, amekkorát szeretne. Ez lehet egész hosszú is, hagyhatjátok így is mondjuk. Ez akár karácsonyfa dísznek is teljesen tökéletes, ki van keményítve, de anélkül is. És most visszafordítom, és látható, hogy itt van igazából a középpont. Itt. És most én ezt visszahurkolom a középpontba. És azért fordított állásban csinálom, hogy utána a célnát én ezt be tudjam húzni ide mögé. Ezt áthúzom rajta, így. Ez most itt van a hátam mögött, látjátok? Nem. Még egyszer áthúzom. Ezt elvágom. Így. És nekem most 2 darab cérnámnak kell, hogy legyen itt hátul. A kezdeti cérna és a végcérna. Ezt a 2-t összekötöm. 1. Dupla csomóval, biztonság kedvéért. És utána, mint mondtam nektek az elején, 2 darab horgolótűt hoztam. Hoztam egy vékonyat is, ez egy 1-es, és ebbe a menetbe ezt megpróbálom beledugni. Így kamerán keresztül elég nehéz, de megpróbáljuk. Mindegyiken áthúzom, és még ezen is. Ez itt nagyon-nagyon pici. Igen, és még ezen is. És az egyik cérnát az egyik felére fogom elvezetni. Így. Majd ezt utána levágom. Megfordítom a másik oldalra. Ezt pedig a másik oldalra fogom elvezetni. És utána igazából készen is vagyunk. Jó. Behúzom oda. Így. Egyik oldalon sem fog látszódni, mert ezt itt levágom. Picit húzzatok rajta, hogy visszább menjen, mert ha túlságosan, szorosan húzzátok meg, akkor ki fog bukkanni belőle megint. Picit rá lehet húzni, hogy laza legyen, és hogy ne tudjon már benne ficánkolni. És ez pedig, na, hova lettél? De akkor az a másik meg el is tűnt. Ez érdekes. Jó,
akkor a másik oldal az eltűnt. Jó, és van még nekem egy kezdeti induló cérnám. Ezt jó szorosan meg kell húzni, és igazából úgy szintén ezzel a vékony cérnával valahova bele kell fúrni, teljesen mindegy, hogy hol, a lényeg, hogy a kör közelébe, közepe tájéken, hogy itt tudjak csinálni egy záróhúrkot. Mondjuk így, ráteszek egy húrkot, félig meddig, így látszik valamennyire, igen, és utána pedig ezt egy zárással, úgymond egy csomót képezek itt a tőnél, hogy ez már ne tudjon nekem kiszökni. És utána valamelyik járatba, úgy szintén ide, ide, valamelyik járatba el kell vezetni magát a cérnát, elvágom utána, és készen van. Ezt mondjuk ide elvezettem, mondjuk lehet még egyet húzni rajta a másik irányba is, még jobban elvezetődjön. Így, és utána elvágom ezt a cérna darabkát is. Ez nagyon szép, ha ráragasztjátok például egy képeslapra az egyik oldalra, a másik oldalra pedig írtok hozzá egy szép szöveget édesanyátoknak akár. Egy tök jó kis anyák napi ajándék. Vagy a tanáraitoknak, aki kisgyereke, kisgyerek, tanárnak köszönő ajándék évvégére. Hogy szereted a tanárodat, persze. Jó. És ezzel... Ó, nem. Bocsánat. Hát ez... Igen, elvágtam, de igazából még jött volna ez a rész, amit most teljesen elfelejtettem ezzel, hogy meg kellett szüntetnem a videót. Akkor vissza. Semmi pánik. Meg vagyok ezzel. De, ugye, feledékeny a fejem. Vissza teszem a fonalat húrokkal. És bejövök ugyanide középre. Ide. Így. És már benne is vagyok. Na, és ez a rész itt úgy néz ki, hogy ezek a kis kiálló hegyek, ez mindig a köztes részbe fog esni. Közötte 3 láncem van, ezeken a részeken 4 láncem, hogy ne húzza föl, és utána jönnek a bogyók. 3 darab láncemet készítek. 1, 2, 3. Behurkolok ide. Kúszószemmel. És most jön a pikó. A pikó úgy néz ki, 3 darab láncem fölfelé. Így. És visszahurkolok ide. Így mutatom. Visszahurkolok ide a láncembe. És egyszerűen csak áthúzom. És így kialakul ez a kis bogyóka. Úgy. És most fogom, és megint visszahurkolok ide a láncembe mellé. Ennyi. És megvan a bogyókánk. Jön megint 3 darab láncem. 1, 2, 3. Beteszem ide. Így. És figyeljünk, mert itt már majd, mivel kanyarodik, ide érdemes 4 láncemet tenni. 3 darab láncem, és ugyanide visszahurkolok a lukba. Így. Most 4 darab láncem. 1, 2, 3, 4. Megint ide hurkolok. Próbáljunk meg mindig ennek a... Látjátok, van ez a... Itt ugye azért is érdemes 3 darab rövidpálcát rakni, mert akkor van középrész, és akkor a közepébe tudjuk közvetlenül tenni a pikót. Kúszószemmel húzom át. 1, 2, 3. És vissza pedig egy ráhajtásos pálcát. 3 darab láncem jön megint. Itt már nem kell 4 darab. És itt látszik is, hogy hol van a középpont. Oda belehurkolok, kúszószem. Majd 3 darab láncem. És úgy szintén kúszószem. Vagy lehet sima rövid pálcával is, ahogy nektek kényelmesebb. Egyszer így, egyszer úgy. 3 darab láncem. Középre. És jön a pikó. 1, 2, 3. És visszamegyek. Megint 3 darab láncem. Így. 1, 2, 3.
és vissza. Három láncszem. Nem oda, ide, középre. És pikó. Ez az. Na, és lássuk milyen. Így alakul ki a szívecskénknek ez a bogyós része. Szerintem nagyon kis csini, nekem nagyon-nagyon tetszik. Most jön a sarok rész, itt is három darab láncem. Jövök ide a sarokba. Jön egy pikó. Visszamegyek a sarokba. És megint három láncem. És jövök ide. Középre ezt is. Három láncem. És három láncem. Lényegében ez a minta hármasokról szól. Három darab egy ráhajtásos pálca. Három darab láncszemek. Pikó is három láncszemből áll. Sok-sok-sok hármas van benne. Na, itt van. Igen, az, ami a másik oldalon is volt. Itt is próbáljunk meg középre összpontosítani. És majd ennél a résznél, itt fönt, itt meg megint négy darab láncszem lesz. Kettő, három. Három darab láncszem. Jön ez az utolsó. Igen, az az utolsó, és utána négy darab láncszem lesz. És most négy. Egy, kettő, három, négy. Pikó. Visszaláncolok. Ezt a részt, hogyha szeretnétek egy picit még cifrában csinálni, lehet esetleg arany vagy ezüst szállal horgolni, még sokkal-sokkal kecsesebb. Úgyhogy alatta megcsináljátok a fehéret, az úgy kiemeli, és a külső részt az pedig egy arany vagy egy ezüst szállal lehet még megoldani. Jó, középre. És az utolsónál, ott pedig, mivel itt sincs, ezért ide sem rakunk. Három darab láncszemmel lezárjuk. Egy, kettő, három. Ezt ide beleteszem középre, és a fonalat ezzel le is zárom. Ennyi. És ugyanúgy összekötve, elvezetve hátul. Jó, szóval elnézést, hogy nem úgy csináltam, hogy a mintában van, de a lényegen nem változtat, mert ugyanaz jött ki. Szóval így néz ki a nagy kockás horgolt kis szívecskénk, majd ezeket a cérnadarabkákat még ide két oldalra el kell vezetni, és akkor ez is ugyanúgy fog kinézni. És amit hoztam nektek, egy gyors minta, úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy hogyan készítek én. A megrendelések mellé szoktam berakni ajándék szívecskét. Nagyon egyszerű, nagyon gyors. Annó volt egy megmozdulás, ahol szeretett otthonnak gyűjtöttünk horgolt szívecskéket, és elküldtük nekik ajándékba. És, vagy nem is, a tűzoltóságnak, meg a rendőröknek. Mindegy, hálaként. Ez tényleg egy szuper jó kis ajándék, és nagyon jó, és nagyon gyors. Egyszerű. Készítek egy varázskört, és az egész szívet ezen a varázskörön belül fogom elkészíteni. Teszek egy darab egyrehajtásos pálcát, majd készítek, minél nagyobbat akarunk, annál többször lehet ezt cifrázni. Én a legesleg alapabbat mutatom meg nektek, az is gyönyörű szép szívet alakít ki. Egy darab egyrehajtásos pálca, vagyis na, egy darab sima pálca, most jön egy fél pálca, ami azt jelenti, hogy áthúzzuk az egyrehajtásos pálcát, nem kettőben húzzuk át, hanem a hármat egyszerre húzzuk át. Most jön egy darab egyrehajtásos pálca, így, ez már igazából a szívnek elindulása. Aztán jön egy dupla egyrehajtásos pálca, ami azt jelenti, hogy kétszer tekerünk rá a horgolótűre, és háromszorra húzzuk át,
Így. Jön még egy dupla. Egy. Kettő. Három. Így. Majd ezután jön három darab láncem, amit egyszerűen csak lehurkolok ide. Egy húzószemmel. Ezzel úgymond félig meddig lezártam, ha ide ráhúzom, látszódik, ez félig meddig lezártam a szívnek az egyik oldalát. Most ugyanezt elkészítem a másik oldalra, annyi kivétellel, hogy nem lesz három darab láncemem, de bocsánat, lesz három darab láncemmel kezdek, utána pedig jön kettő darab dupla ráhajtásos, vagyis két ráhajtásos pálca, egy, duplán hajtottam rá, látjátok? Kettő, így, majd jön egy darab egy ráhajtásos, megint egyszer, na. Szóval egy darab egy ráhajtásos, egy fél, vagy hamis, és egy sima, és itt a végén, hogy csücsös legyen, csinálok egy, kettő darab láncszemet, majd összekötöm az elejét a végével. Lehet hármat is csinálni, akkor még csúcsosabb lesz. Így. Elejét a végével. És most kihúzom, hogy ne legyen itt. Most egyszerűen csak összehúzom a varázsgyűrűnek a szárával. És kész van a gyönyörű szép szívecskénk. Na ez kicsi verzióban, ezt ugyanúgy elkészíthetitek nagy verzióban, azon annyi változik, hogy minden szálat, minden részt duplázni vagy triplázni kell, ami azt jelenti, hogy mondjuk kezdjünk egy rövid pálcával, fél pálcaból kettő, egy ráhajtásosból kettő, akkor a dupla-duplából kettő-kettő, ugye, vagyis akkor négy darab lesz, viszont itt mindig három darab láncszemmel zárunk le, és három darab láncszemmel indítunk azért, hogy szépen ívbe bemenjen a szívecskének a formája, a túloldalon viszont ugyanez tükörbe, teljesen ugyanez, a végét pedig vagy kettővel, vagy három darab láncszemmel, ha nem szeretnétek túl nagy lukat, mert ha három darabbal készül, azért előfordulhat, hogy igen, itt lent lesz egy nagyobb luk, amit ugye ezt nem lehet lezárni. Azért érdemesebb két láncszemmel, mert akkor így jobban összezár, kisebb lesz a csücsök rész, de szépen összezár. Szerintem ez egy tök jó kis ajándék, akár nagyobban megcsináljátok mondjuk így ekkorában, simán egy kulcstartónak is elmegy, rá lehet akár hímezni egy nevet, vagy bármi. Nagyon-nagyon jó ajándék. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. A következő videókban egy kicsit más dolog lesz, mert tojásokat fogok horgolni, és arra gondoltam, hogy ezeket a videókat megmutatnám nektek, ha érdekeltiteket. Ha van mintátok, bármit, amit szeretnétek látni, most megyek poliészter tojásokat venni, jöhetnek nyugodtan, és nagyon szívesen segítek benne, hogy hogy kell, akár videóban, vagy akár csak elmagyarázom. Írjatok szívesen, újra itt vagyok, és újra segítek nektek, hogyha bármiben tudok. Köszönöm, hogy velem tartozatok, szép délutánt kívánok nektek, sziasztok!